A 23. falunap és a 20. fokhagyma fesztivál a Szent Katalin templomban vette kezdetét, ahol kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét tartottak. A rendezvény további programjaira a vásártéren került sor. A fokhagyma fesztiválon természetesen a fokhagymáé volt a főszerep, volt is belőle bőséges kínálat, az emberek vásároltak is belőle nagyon sokat. Ami az árakat illeti, a fokhagyma kilója a nagyságtól függően 300-350-400 dinárba került, míg a fokhagyma fűzérek nagyságtól függően és persze dekorációtól függően 700-800, a kisebbek 450 és 500 dinárba kerültek, de vannak ilyen nagyon szép kis fokhagyma kosarak is, amelyek szintén 500 dinárt kóstálnak. Sindrics Mária először látogatott ki a fokhagyma fesztiválra. Vásároltam is fokhagymát, mert az bele sokat is fogyasztok, szeretem is, még tudom, hogy jó termés, ez biztos. Bátori Hermina fokhagyma termelő szerint az idén betegség támadta meg a növényt, így kevesebb és apróbb lett a termés. Az íze azonban kiváló, jól eltartható, ezért is volt nagy a kereslet. Tudják, hogy a ludasi fokhagyma az egy minőségében jó fokhagyma. Fokhagymás játékokat is szerveztek, a vállalkozó szellemű gyerkőcök gerezdelő versenyben vehettek részt. A palicsi Vajda Petra lett az egyik győztes. Nehéz volt a fokhagyma girizdelés? Hát egy kicsit igen, de van nekünk egyes otthon is, ezért gyakoroltam otthon, úgyhogy nem volt olyan nehéz. Az idősebbeknek fűzérfonó versenyt szerveztek. Ilyenkor köszöntik a település újszülöttjeit. Ludason a 2019-es fokhagyma fesztivál óta született 17 kislurkót és szüleiket ajándékozták meg. A családok között nagyon sok a nagy családos, akiknek ez már a második, harmadik gyerekük. A rendezvény közösség összetartó erejét emelte ki ünnepi beszédében Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség elnöke. Amikor a fokhagyma fesztiválra készülünk, abban az esetben egy hétre megszűnik a világ létezni. Mindenki összefog, az összszervezet, aki létezik a faluban, odaáll a helyi közösség vezetősége mögé, és egyöntetűen a falu apraja nagyja csak azon dolgozik, hogy ez a rendezvény egy olyan színvonalú rendezvény legyen, amire a környék azt mondja, hogy ez igen. Ludas a környék egyik legrégebbi települése, a rendezvény pedig a hagyományok őrzéséről szól, fogalmazott dr. Pásztor Bálint, a szabadkai VKT VMSZ-es elnöke. Az, hogy 26-szor, illetve 23-szor rendezik meg ezeket a rendezvényeket, az bizonyítja, hogy kitartóak is a nehézségek ellenére is fontosnak tartják azt, hogy saját magukat, a településüket megünnepeljék, megünnepeltessék. A Ludasi Falunap és Fokhagyma Fesztivál utcabállal zárult, amelyen a jó hangulatról a Piros Ingesek zenekar gondoskodott.